A mostani videóban a siesta és a délutáni rövid alvás előnyeiről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ahogy öregszünk, fokozatosan veszítünk az alvási képességünkből. A gyerekkori állapothoz képest 60 év felett már 2 órával kevesebbet tudunk csak aludni. Az alvásunk minőségét nagy mértékben befolyásolja az életkorunk, a nap során minket ért stressz mennyisége, és amivel egyelőre nagyon kevesen foglalkoznak, az elektromos készülékek által kibocsájtott sugárzások, melynek 2 fő csoportja van, az elektromágneses sugárzás, amit minden készülék és eszköz kibocsájt, ami árammal működik, még a vezetékek is, és a kommunikációs eszközök sugárzásai, tehát Wi-Fi, Bluetooth, mobiltelefon, stb. Az elektromos készülékek által kibocsájtott sugárzások befolyásolják a szív és az agy elektromos rendszerét, ami végeredményben hatással lesz az alvásunkra is, általában romlik az alvás minősége. A mediterrán országokban, tehát Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban, egyes dél-amerikai országokban, Mexikóban és egyes kelet-ázsiai országokban a mai napig van siesta, ami jelentős mértékben hozzájárul az ott élő emberek egészségéhez. Mindjárt látjuk, hogy miért. Magyarországon is volt a 19. század végéig siesta, és ahogy egyre forróbbak lesznek a nyarak itt a Kárpát-medencében, valószínűleg fel fog merülni az újbóli bevezetése a nyári hónapokban. A siestát úgy kell felfognunk, mint egy napközbeni regenerációs időszakot, ami abban segít, hogy a szerveink és az agyunk ne egyszerre az éjszaka során legyenek leterhelve nagy adag feldolgozandó információval, hanem a nap közepén feldolgozódik mindaz, ami addig történt, tehát eloszlik a terhelés a napközben és az éjszakai alvás-pihenés között. Ez minden szempontból sokkal hatékonyabbá teszi a testünk működését. Az ebéd utáni bepunyadásnak egy jelentős része abból fakad, hogy az agyunkban természetes módon csökken az éberség, amit agyra helyezett elektródákkal is lehet mérni. Ez általában délután 1 és 3 óra között fordul elő az emberek többségénél. Mindez azt igazolja, hogy a délutáni siesta nem csak egy szokás vagy egy lehetőség, hanem egy szükséglet, ami elősegíti egy természetes módon a testünkben jelenlévő energetikai és hormonális változásnak a hatékony megvalósulását. A délutáni alvás mennyisége valahol 20 perc és 1 óra között az ideális. Ha többet alszunk, azzal már nem biztos, hogy ki tudjuk használni az előnyeit, mert átesünk a ló túloldalára. Az első ilyen előnye a délutáni rövid alvásnak, hogy több energiánk lesz és kevesebb lesz a gyulladás, mivel a kortizol, tehát a stresszhormon hatékonyabban fog működni. A kortizol a legfőbb gyulladáscsökkentő vegyület a szervezetünkben, ezért használják ugye az orvosok is, mint legfőbb gyulladáscsökkentőt a gyógyszerekben. Ezek ugye a kortikoszteroidok. Azáltal, hogy alszunk, vagy csak elszúnyogálunk napközben egy órára, megszakítjuk a folyamatos egésznapos stresszt, így a testünk lehetőséget kap a regenerálásra, regenerálódásra, a kortizol hatékonyabb lesz, nem fáradnak el a mellékvesék, kisebb eséllyel alakul ki kortizol rezisztencia. Fokozódik az éberségünk és a fókuszáló képességünk, azaz jobban oda tudunk figyelni a feladatokra. Ugye gondoljunk csak bele, ha 8 órát dolgozunk folyamatosan, teljesen más a teljesítményünk az elején, az első órákban, amikor még ugye frissek vagyunk, és teljesen más a végén, az utolsó órákban. Ez az egész napunkra is érvényes, nem csak arra az időszakra, amikor dolgozunk. Tehát ha megszakítjuk a napot egy 1-2 órás pihenéssel, azzal azt érjük el, hogy a siesta után, mintha egy új napot kezdenénk el, azaz majdnem ugyanolyan éberen és összpontosítással kezdhetjük el a második felét a napnak, mint ahogy reggel tettük. Rengeteg kutatás igazolta, hogy javulnak a tanulási képességek, jobb lesz a memória, és kreatívabbak leszünk a délutáni pihenéstől, a siestától. A memóriánkat, az agyunkat, az agyunk teljesítményét megtámogathatjuk tiszta mépempővel, és ugye a mépempő természetes formában tartalmaz acetilkolint, ami az idegi ingerületek, a neuronok közötti kommunikáció főszereplője az agyunkban. A délutáni alvás hatással van a hangulatra is, oldódik a szorongás, kisebb a depresszió esélye. A hangulatunkat javíthatjuk ezen kívül B-vitaminokkal, például sörélesztő fogyasztással és a rendszeres mozgással.
Az alvás is az alvás hiánya hatással van a vércukor szintre is, így a délutáni alvással csökkenthető az étvágy, kevesebbet eszünk, végül hatékonyabban tudunk majd fogyni. Javul a termelékenységünk a délutáni alvástól, és jobb lesz a fizikai teljesítményünk is. A napközbeni alvás pozitívan befolyásolja a szív- és érrendszerünk működését, csökken például a koszorúérbetegségek és a magas vérnyomás esélye is. Ahogy haladunk előre a nap során, az akaraterőnk egyre csökken, tehát reggel határozottabbak vagyunk, és sokkal jobban tudjuk, hogy mit akarunk. A siestával felturbozhatjuk az akaraterőnket, tehát a kora délutáni alvás után visszakaphatjuk a reggeli akaraterőt. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!